csoportunk 36 éve alakult. Az volt a célunk első pillanattól kezdve, hogy a Kárpát-medence népi hímzéseit megismerjük. És aztán kiállításon megmutatjuk és megismertetjük a város lakóival. Hát ezt, és ezen dolgozunk most már sok éve, a munkánkat elismerték, országos pályázatokon nagyon szép eredményeket értünk el. Az egyik legkiemelkedőbb és első volt az országos népművészeti kiállításon kapott első díj, aztán nyertünk a Békés Csabai textiles konferencia kiállításán és pályázaton kiemelt első díjat, az országos népművészeti kiállításon 2010-ben Gránátalma díjat, ami a lehető legnagyobb ebben a népművészeti kategóriában, és 2010. januárjában a Magyar Kultúra Napján egy állami kitüntetést kaptunk, a Közösségi Csokonai díjat. Szakkör a Komlói Közösségek Házában dolgozik, hetente két alkalommal találkozunk, csütörtökön délután 16:30-tól, és pénteken délelőtt 10 órától vagyunk itt. 30-an vagyunk általában, 30 a csoport létszáma, de nagyon várjuk az új, főleg a fiatal tagokat, szeretnénk megismertetni azt a tudást, amit mi felhalmoztunk a sok év alatt. És mivel most minden pályázaton azt írják, hogy a 21. századi lakáskultúrába készítsük a munkáinkat, az öltözködésekre, olyan hímzéseket, amit a fiatalok szívesen hordanának. Ezért számítok nagyon rájuk, hogy jelentkezzenek és segítsenek nekünk ötletekkel, milyen ruhára, milyen hímzést hordanának vagy varnának szívesen. A következő kiállításunk 2015. január 20-án 17:00-kor nyílik a Komlói Közösségek Házában. Ezzel szeretnénk kapcsolódni a Magyar Kultúra Napjának a megünnepléséhez. Várjuk az érdeklődőket, szeretnénk, ha minél többen megnéznénk a munkáinkat.